Szarvason a Vajda Péter gimnázium és szakközépiskolában egy kicsit előrébb hozták a báli szezont, hiszen október elejét írunk, és hát ilyenkor ugye az ősz kezdődik hamarosan. Most ez az ünnep, ez a bál, a szülők, nevelők, patronálok bálja, a bor köré csoportosult, és hát ez került itt előtérbe, és hát a vidám pillanatok között én azt gondolom, hogy azért el kell gondolkozni azon is, hogy mit hoz nekünk vajon ez az ősz, illetve az idei év hátralévő időszaka. A szüreti időszak van valóban. Hát reméljük, hogy sokan ez a szüret az előző évek hosszú munkáinak az eredményét, valóban értékét hozza. Azt gondolom az oktatás és a bor ebben van valami közös, hiszen komoly, nehéz, szisztematikus, következetes munkát kell végezni. Valahol azt gondolom, hogy ez hiányzik a most ma a magyar társadalomból, a magyar kormány irányából. Az emberek valahol magukra vannak hagyva. Úgy érezhetjük, hogy ugyan baloldalnak nevezi magát a kormány, de igazából az emberek egy teljesen elidegenedett, és a különböző kormányzati, állami szervezetektől inkább csak a regulált, a hatósági eljárást, a büntetést, vagy egyszerűen a nem törődömséget érzékelik. És én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb olyan gond, ami pont az embereknek a jóságát, a tenni akarását, ha hagyjuk őket, és olyan ösztönzést adunk, amivel még akár kevesebb pénzből is, de én akkor azt látom, hogy mosolygosabb emberekkel találkozok. Most éppen Hunyán voltam, ahol hát még évekkel, pár évvel ezelőtt tényleg a pénztelenség miatt kopott volt minden. Most a művelődési házban, a kapunyitogató megyei program keretében egy tényleg megújult, szép, egy kívánatos, jó bemenni a művelődési házba. Szépen rendbehozták, újba kinyitották a könyvtárat, egésznapos rendezvényt adtunk a megyei értékekből, műhelyekből, gyerekeknek és öregeknek és időseknek, és azt látom, hogy bizony ők mosolyognak. Tehát akik tudnak együtt dolgozni és látják a munkájuk eredményét, én úgy gondolom, az egy jó alap. Hát gondoljuk el, hogy meg még több lehetőség, több pénz, több a gazdasági lehetőség van, akkor az tényleg egy virágzó településé tud válni. És én ilyet nem egyet látok valójában. Tehát ahol gondos vezetés van, amelyik megpróbálja minden erőt összefogni. Talán ez Szarvason már évek óta olyan természetesnek látjuk, de azért tudnék olyan települést mondani, ahol a megosztottság miatt messze a lehetőségek képest rosszabbul áll. Tehát kell egy jó példamutatás.